A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szevasztok, srácok! Az a helyzet, hogy itt még van valami a nyakamon, ezzel most ne foglalkozzatok. Ha majd lesz valami, akkor mondom. Szóval, a helyzet az az, hogy az Arozitól kaptam egy új asztalt, gaming asztalt, illetve egy új széket, és most az lesz, hogy ez itt le lesz szerelve, itt minden gyakorlatilag, a szék sem lesz itt, úgyhogy mondanám, hogy van egy ilyen eladó székem, ha érdekel valakit. Itt lesz alul a jó fogás link, vagy még nem, akkor írja e-mailbe, jó? Ja, még egy asztalom is van, ami eladó. Ocsó? Úgyhogy most szétszedjük, kitakarítjuk, és akkor utána pedig, hát jön az összerakás. Úgyhogy nézzük. Kiszerelve az asztal, meg minden, ami rajta volt, kiporciózva. Itt van maga az asztal, leteszem majd a leírásba a linkjét. Ez egy Arena Gaming Desk, Arozzi ugye. Ez a main doboz, és elvileg még ez van hozzá. Úgyhogy, hát rohadt nehéz. Úgyhogy én ezt most felbontom, és megnézzük, hogy mi van benne. Szarolt teget. Na, hát... Jézus! Hát lesz itt cucci, én azt hittem, hogy két csavar. A szevasztok. Jelezném, hogy ez itt 100%-os, hogy maga a teteje. Mert az egész teteje az tulajdonképpen egy egérpad. És valószínűleg ebben lesz benne, úgyhogy én ezt most nem fogom szétszedni. Amikor sok doboz van, rábaszás van belőle. Oké, tehát van kettő ekkora dobozunk, fogalmam sincs, hogy mi van benne. Ez itt konkrétan az egész csavar. Lesz ezzel dolog, ez már nem egy IKEA-s asztal lesz, srácok. Na, hát és ami még van, az kettő darab láb, ami egyébként fehér, úgyhogy fehér lesz maga a lába. Azt a rohadt teget! Hallod, ennek van súlya? Ezzel gyakorlatilag bárkit meg tudnál ölni. És egyébként itt egy Arozzi logó, de mindjárt kibontom, és akkor úgy megnézzük. Ebben még nincs pók, valószínűleg ez lesz a pókok helye. Ez egy nagyon mély cső. Itt az Arozzi logó. És ez, nem is tudom, hogy hogy lesz még, te Jézusom! Srácok, ez egy kicsit nagyobb meló lesz, mint amire én gondoltam. Oké. Tehát akkor ebből van kettő, és akkor mindjárt nézzük, hogy mi van azokban a dobozokban. Na, hát... nem nagyon ismerek rá, de... Oké, tehát ez az alja. Jelezném, ez magában egy ilyen 3-4 kiló. Ez lesz ugye az állványnak a teljesen az alja. Hú, srácok, ez brutális munka lesz itt. Nem erre számítottam, de ellenben nagyon-nagyon stabil lesz az asztal. No, hát srácok, hát elérkezett a pillanat, el fogjuk kezdeni összerakni. Kaptunk az egy nagyon fajintos kis összeszerelő cuccot, ugye itt vannak maguk a csavarok, kaptunk hozzá én buszkulcsot is, és hát itt van step by step, hogy hogyan kell összerakni, úgyhogy el fogjuk kezdeni. Mutatnám, hogy az első lépést, már szinte nem is reflexből jól csináltam, pedig nem akartam. És amit itt össze fogunk rakni, nézzétek csak, egy egész keretet magának az asztalnak, és akkor majd utána jön rá maga a lap, ami itt van a dobozban, azt még fel sem bontottuk. Úgyhogy srácok, hozzákezdünk, elkezdjük összerakni magát az alapzatot. Szóval azt írja, hogy 8 darab M6x15-ös kell. Na de nem 8-as, vagy nem M6-os, M8-as kell, srácok. Bárki neki kezdene, mondom. Most az, hogy miért mondom én ezt, azért, mert kipróbáltuk és így cseszekülődünk 10 perccel, és az M6-os a szart nem ér, el van írva. Ez kell ide bele, és ez teljesen jó beleillik. Na most 4 darab ilyennel fogom rögzíteni ebbe a lábát, és értelemszerűen a másikon is, és akkor utána pedig folytatjuk tovább. Patrik bácsi szerel. Hát ott tartunk, hogy ez megvan. Ezzel már lehetne gyakorlatilag súlyzózni. Brutális súlya van. Na, és most az lesz, ami még nem volt, mutatom a kiskönyvet. Ezt a keretet fogjuk mi most megépíteni, ami elég érdekes lesz. Ilyen keretet.
Hát ilyen sok csavaros szarságokkal lesz összerakatva, úgyhogy nem untatlak titeket, jó? Csinálom, és akkor majd mutatom közben, hogyha a keret kész. Én ezt már értem? Jó, mindegy. Ez, srácok, három darab elemből áll. Itt van kettő nagy elem, illetve alul egy kisebb elem. És ezt így össze kellett csavarozni. És ez gyakorlatilag, majd hogyha felállítjuk a cuccot, ez lesz a hátulja. Meg lesz még egy ilyen elem, amit csinálunk, az lesz az eleje. És akkor erre megy rám majd maga a lap. Úgyhogy még egy ilyet meg fogunk most csinálni, és akkor utána már össze tudjuk rakni a cumót. Úgyhogy, hát nézzük, én meg még gyorsan a másikat is összerakom ugyanilyenre. No, hát akkor ez lesz így a keret. Szóval, ugye látjátok jól, ezt a kettőt ezért tettük össze, és akkor ezeket még hozzá kell ezt csavarni, és akkor majd meg tudjuk fordítani, és akkor magát a tetejét tudjuk majd valahogy rárögzíteni. Úgyhogy én ezeket most gyorsan becsavarom, és akkor meglátsuk, hogy mi újság van. Srácok! Kész! Hogy ezt én soha az életben nem fogom szétszedni? Hát ez mi? Hát ezek a szarok! Szétszakad a kezem, nézd meg! Komolyan nézd meg, mi piros minden! Hát ez olyan... Nem is mondom. Elvileg most fogjuk rátenni a tetejét. Remélhetőleg. Mert nyilvánvalóan egyébként ezeket ugye rá kellett erre rögzíteni. Természetesen oda sem volt írva, hogy melyikkel tedd bele te paraszt. Melyik csavarra, mindegyikhez oda volt írva, de ehhez nem. Úgyhogy ez van, nézzük akkor, hogy a tetejét azt hogy sikerül oda tenni. Annyira bírom amúgy, hogy ezekre mindig ráírják, hogy eszikével te hát akkor mivel? Leragasszák mindegyik oldalát, így 8 réteg ragasztó. Bocsánat, egy kicsit már készen vagyok. Egyébként itt van a cucc, ugye még az lábakat be kell majd állítani, csak betettük ide, hogy a végleges helyén várja a tetejét már. Úgyhogy most megnézzük a gyönyörű szép dobozban. Hát és ugye itt jön majd a fekete leves. Hajulj már, az maradj már úgy. Az anyádat te. Figyelj már. De jó illata van. Remélem ez három darabban van. Nem kettőben, három darabban. Ezt akartam mondjuk kérni. Ez hogy lesz? Így, ugye? Hát ez k***ra három darabban van. Hú, oké. Bocsánat, srácok, csak az előző akcióktól kicsit Patrik bácsi megrökönyösödött, ha van ilyen. Erre ide, oké? Oké. Aha. Domino. Itt az asztal közepe. Tudja, hogy hogy fog ez majd így összemenni? Szerintem még ezen nem fogok aggódni. Nézzük a másik oldalát. Hát ha tudok valamit tanácsolni nekik, meg fogom írni, hogy ennyi részbe írják oda, hogy baszki, egy szerelőt hívjál hozzá, ha hülye vagy. Mert majd nem túl könnyű. Oké, srácok. Hát úgy látom, hogy pont el fog férni maga a cucli. Úgyhogy, hát ez ilyen nagyon netszen fog elférni egyébként. Mert hogyha ezt oda teszem, ezt így, hogyan van az? Azt mondja valahogy így. Igen.
Aha. Hát ez az éppen hogy dolog lesz itt. Ez nagyobb? Ez nagyobb, ugye? Ez az asztal nagyobb, srácok. Hát ugye még nincsen normálisan rátérve meg semmi. Valamivel nagyobb, viszont az ez a wide, ez jó. Na? Hát aztán majd most jön a fekete leves, mert ezt a szivacstól nem nagyon mozgatjuk. Meg ugye ezt rá kell valahogy tenni, mert ez gyakorlatilag semmit nem tart így. Jövünk, ha rácsavaroztuk, jó? És beállítottuk nagyjából. És akkor még ugye végén itt lesz ez a cucc, amit ráteszünk a tetejére. Úgyhogy mindjárt jövünk. A 88 milliódik. Csavart pakulom bele. Úgy látszik, a végéhez értünk. Mármint a csavarpakulásnak. Hát ezt egy ekkora szobába ne akard összerakni, de ha nem itt rakod össze, akkor nem tud behozni. Úgyhogy, ha voltak gondok, szerintem, hogy másfél órája szereljük egyébként. Ez az imbusz kulcs egyébként, ez szétszedi a kezet. Na most én ugye egy ikás asztalhoz voltam szokva, amit nagyjából 5 csavarra össze lehetett rakni. Hát ez valamivel strapabíróbb, ellenben sokkal nehezebb összerakni. De egyelőre brutális módon néz ki, nekem nagyon tetszik. Elméleti szinten össze is van ez rakva. Amiket itt láttok, likak, hát tehát amiket itt láttok, likak, ezek elvezetők, kábel elvezetők, mert ahogy rá fogjuk teríteni majd a tetejét, elvileg ott is lesznek likak, és ott a kábelt be tudod dugni alul, meg el tudod vezetni a géphez szépen. Úgyhogy ezt majd mindjárt kiderítjük. Most beállítjuk még a magasságot, ilyesmi, és akkor utána velem tartatok, mikor rá fogom tenni a tetejére az egérpadot. Elérkezett az igazság pillanata. Elvileg be van állítva az asztal. És akkor most tetejére rá fog menni szépen maga ez a cucc, ami elméleti szinten egy fullos, fekete egérpad. Meglátjuk. Asszolva teget! Na! Hát a fő korosodó tényező, akkor ő lenne. Nézzük! Aha, figyelj csak ide! De jó, hogy így lett behajtva. És így van, az az, ami számítottam, hogy így, itt lesznek ilyen likak. Ez rohadt jó. Csak ez hogy fér el? Figyelj már, ennek pont akkor ennek kell lennie, vagy hogy van ez? Mondjuk biztos, persze. Ez összemegy? Vagy mi van ezzel? Hát ez nagyobb egy picit. Látod? Nem azt mondom, csak nem elégedetlenkedek, csak mintha ez méretben kicsit nagyobb lenne. Itt a szélein. Lehet, ha rápakolok, akkor már úgy nem fogom észlelni a dolgot, vagy hogy van ez? Már poros egyébként. Hát ez olyan egyébként, amiről lepakolsz, és akkor be tudod dobni a mosógépbe, és akkor ez tök gyorsan átöblíted, és teljesen tiszta. Csak hát ez remélem összébb megy, vagy nem tudom. Mert hogy ez így is hosszabb. Na, srácok, hát egyelőre akkor ennyi. Itt egy Arozzi logó, ami tök jól néz ki. Szóval egyelőre ennyi. Remélem ez majd összébb megy, vagy mit tudom én. Következő videóban találkozunk, ahol is össze fogjuk rakni a széket, illetve a végső setupot. Egyelőre így néz ki. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, és szeretnétek a következőt is látni, itt egyébként a monitor, meg minden, mutassuk meg. Így van, gyönyörű. Szóval, ha szeretnétek a következő videót is látni, csapassatok egy like-ot, írjátok meg kommentben.
kösz szépen, hogy itt voltatok. Szevasztok.